Sziasztok, kedves barátaim! Nézzétek mögöttem, ott van az a pavilion, és a vízbe tükrözik. Látjátok? A Bhagavad Gita-ba olvashatunk, hogy hogyan érdekesen leéri az anyagi világot. Azt mondja, ez az anyagi világ olyan, mint egy fa, amelyiknek a gyökeré fölfele szállnak, és az ágai lefele szállnak. És ez azt jelenti, hogy mivel gyökerek föntről kezdődnek, akkor azt jelenti, hogy lelki gyökerei vannak. Ugye Isten adja, Isten teremti a világot. És lefele ez azt jelenti, hogy élőlények, akik úgy néz ki, hogy felfele másznak, fejlődnek, de valójában degradálnak. Valójában, hogyha mi most megnézzünk ezt a civilizációt, amiben mi most élünk, ahol élvezet, ami kényelmes, de őszinte ember elfogad, amit mondom, de ez egy nagyon káros, ez egy nagyon degradálja az embert, az élvezet. És ez azt jelenti, hogy úgy néz ki, hogy fölfele halad, de lefele megy ezen a fán. De, hogyha valaki keresi a világnak a gyökereit, elkezd kutatni, mi vagyunk lelkek, ugye, és mi ennek a fának, a gyümölcsöt eszünk, ízlejünk a karma szerint, valamikor keserű gyümölcs, valamikor kényelmes gyümölcs, és akkor a karma szerint egyszer egyik ágokon élünk, ami közel a gyökérhez, valamikor távolodunk a gyökértől, és megyünk lejjebb, ami úgy tűnik, hogy följebb. De a feladat megkeresni anyagi világnak a gyökerét, honnan jön, honnan nő ez a világ, kik vagyunk mi, és megtalálni az eredetit, a lelki világot, amit látjátok. És van a képben is különbség, ugye? Sokkal szebb az eredeti, mint a torzított kép a vízen. És így mondja a Bhagavad Gita, az élőlénynek az anyagi vágyak vízén tükrözik a lelki világ. És akkor, amikor tükrözik és torzítva lesz, akkor, hogyha lelki világban nincs szenvedés, a tükörképe, hogy van szenvedés. Itt van halál, mert ez a tükörkép a lelki világnak, ahol nincs halál. Írjátok, ti olvastatok már erről a fáról, erről az allegóriáról, amit Krishna mond Bhagavad Gita-ban. Hare Krishna.